Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Bakos Viktor vagyok. Ma augusztus 29-e van a Beatrixok és az Ernák ünneplik névnapjukat. 493 éve a Mohácsi csatában a török szultán legyőzte a II. Lajos király vezette magyar hadsereget. 585 évvel ezelőtt született Janus Pannonius, humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Három nap múlva becsengetnek, 73 általános iskolában lesz idén magyar első osztályos diák. 57 ezer egészségügyi és szociális dolgozó kap 15%-os fizetésemelést Szerbiában, mondta ma a szerb elnök. Szerbiának még 2025 előtt az Európai Unió teljes jogú tagjává kellene válnia, jelentette ki Szijjártó Péter. Magyar napot tartottak tegnap Nagybecskereken a 34. sörnapok keretében. Három általános iskolában lesz idén magyar első osztályos diák Szerbiában, mintegy 1360 magyar diák kezdheti meg idén a tanulmányait, de ez a szám szeptember végén véglegesül, mondta el Szubjektív című műsorunkban Jarasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke. Ugyanakkor mind az MNT, mind pedig maguk az intézmények különféle módon igyekeznek segíteni a szülőknek és a gyerekeknek is a sikeres iskolakezdésben. Iskolatáskák, tanszercsomagok, ösztöndíjak, mesekönyvek. Csak néhány olyan dolog, amivel az iskolakezdést igyekszik megkönnyíteni a szülők számára az MNT. Az iskolákban pedig például nyílt napokat tartanak még a tanév kezdete előtt, hogy a gyerekek ne érkezzenek szeptember elején ismeretlen környezetbe. Emellett az elsősök még nem kapnak osztályzatot, csak írásos értékelések vannak, mondta Bognár Beáta, a Szabadkai Majsai úti általános iskola igazgatója Szubjektív című műsorunk felvételén. Nem minden tanuló válik iskola éretté szeptember 1-ére. Van, aki csak egy évvel később válik iskola éretté, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy első osztályban nem stresszeljük a gyereket 2-essel vagy 3-assal, ezzel az önbizalmát is növeljük, és lehet, hogy pont amire elérkezik a 2. osztály, addigra már fizikailag is, pszichikailag is, mentálisan is éretté válik, és ugyanolyan esélyekkel indul, mint a többi társa. A Rákóczi Szövetség jóvoltából a nebulók már megkapták a Mátyás királyról szóló mesekönyvet, valamint az iskolatáskákat is kiosztották azoknak a gyerekeknek, akik magyar nyelvű iskola előkészítő tagozatra jártak. Ezekbe kerül majd az MNT beiskolázási csomagja, egy megközelítőleg 5000 dinár értékű tanszercsomag, amelyet augusztus utolsó és szeptember első napjaiban minden elsős kisgyermek meg fog kapni. Azt gondolom, hogy tényleg mindent tartalmaz, amire az elsősöknek szükségük van. Ezen túlmenően pedig ebben az évben is a kis elsősök, akik magyar nyelven kezdik meg tanulmányaikat, meg fogják kapni a 10.000 forint értékű ösztöndíjat a Rákóczi Szövetségtől. Az ösztöndíjak kézbesítésére valamikor október végén, november elején fog sor kerülni. Emellett továbbra is működik majd az MNT iskolabusz programja. Tavaly 250 gyereket utaztattak 12 önkormányzat területén, de amennyiben igény mutatkozik rá, bővíteni is tudják a programot, mondta Jarasz Anikó. Az MNT végrehajtó bizottságának elnöke arra is kitért, hogy az első és az ötödik osztály számára szinte minden tankönyv kész. A másodikosok és hatodikosok tekintetében két könyv esetében van csúszás, de azok is hamarosan elkészülnek. A Jarasz Anikóval készült Szubjektívet weboldalunkon megtalálják, míg a Bognár Beátával készített műsor szombaton 17 órától nézhetik meg a Pannon Televízióban. 94 elsős kisdiáknak csöngetnek be hétfőn reggel a Magyar Kanizsa községben található Jován Jovánovics Zmáj általános iskolában és a kihelyezett tagozatokon. Már javában készülnek az új tanévre. Az oktatás az említett intézményben a Tiszaparti településen két épületben zajlik. Emellett vannak kihelyezett tagozatok is Martonoson, Velebiten és Adorjánon. A helyi Jován Jovánovics Zmáj általános iskola két magyar kanizsai épületében összesen 3 elsős osztály nyílik. Jaksi Hanna is most kezdi az elsőt, mint mondta, alig várja a hétfőt. Tanulást várom legjobban, meg a matekot, arra vagyok kíváncsi. Matekot, szereted a matematikát? Hát igen. Hannáik már felkészültek a tanévre. Az édesanyja, Andrea szerint nem csak a gyerekek izgulnak ilyenkor, hanem bizony a szülők is.
Úgy érzem, hogy olykor izgatottabbak vagyunk, mint a gyerekek, a maguk, akik az első osztályt kezdik. Részben talán azért, mert mi ezt már ugye egyszer végigcsináltuk, és izgulunk azért, hogy a gyerekek hogyan fognak alkalmazkodni az új elvárásokhoz, intézményhez, illetve osztálytársakhoz és tanítónőhöz. A községben összesen 1540 diák kezdi meg a tanévet, míg a Magyar Kanizsához tartozó iskolákban összesen 875-en. Szepesi Zoltán az intézmény igazgatója arról számolt be, hogy a községben is csökkenő tendenciát mutat az iskola kezdő diákok száma. A 2019-20-as iskola évben kevesebb tanulónk lesz, mint az elmúlt évben. Idén 875 tanulóval kezdjük az évet. Ebből az MAI épületben 355 tanulónk lesz, az ADI épületben 354, Martonson 112, Adorjánon pedig 42 tanulóval kezdjük, illetve a Velebiti kombinált tagozaton még 8 tanulónk lesz. Az igazgató hozzátette, tavaly 62 tagozattal zárt a tanévet a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola a hozzátartozó intézményekkel együtt. Az idei évben viszont összesen 60 tagozat indul el szeptember 2-án. Sztrájkkal kezdi a tanévet a tanügyi dolgozók egy része, írja a szerb sajtó. A szerbiai tanügyi dolgozók szakszervezeteinek uniója bejelentette, szeptember 2-án 30 perces órákat tartanak azok a tanárok, akik a tagságokhoz tartoznak. Jasna Jankovics, a szervezet vezetője azt mondta, a sztrájk mellett tüntetést is szerveznek az Oktatási Minisztérium épület előtt, ami hétfőn 5 perccel délelőtt kezdődik. A szakszervezet illetékesei tárgyalni akarnak a tárcával a szerbiai oktatási helyzet problémáiról. Azért tüntetnek egyebek között, hogy vezessék be a fizetési osztályokat az oktatási szférában. Ha iskolai kirándulás, akkor kötelező írásos élménybeszámoló. Ezt is tartalmazza az új diákutaztatási szabályzat, amely szeptember 1-én lép hatályba, írja a szerb közmédia. Eszerint iskolai kirándulásra csak is Szerbia területén belül lehet menni. Az Oktatási Minisztérium segítséget is nyújt, hova érdemes utazni. A cél, hogy a gyerekek megismerjék Szerbiát, utána pedig beszámolót írjanak élményeikről. Az új szabályzat szerint külföldre csak a középiskolás érettségizők mehetnek, az általános iskolások pedig 8 év alatt csak egyszer, és csak is a boszniai szerb köztársaságban. Az elmúlt években jelentős reformok zajlottak a szerbiai általános és középiskolai oktatás területén. Az újítások az érettségire való felkészülést is érintik, mind a tanulók, mind a tanárok esetében. Újvidéken pedagógus képzést tartottak, ezen a tanügyben dolgozók megismerhették azokat az elvárásokat és standardokat, amelyek megkönnyítik a gyerekekkel való munkát. Kovács Schmidt Edit a Futaki mezőgazdasági középiskolában és kollégiumban oktat magyar nyelvet. Mint mondja, fontosak a képzések az érettségire való átfogóbb felkészüléshez. Bízom benne, hogy gyakorlati példákon keresztül akár olyan kérdések is felmerülhetnek, ami tudunk változtatni még az előkészületi folyamatban is, és oda tudunk hatni. Vicsek Anna Mária, oktatási államtitkár az eseményen arra mutatott rá, hogy az új oktatási szabályzat megköveteli a tanároktól a tervezésen alapuló tanítást. Ahhoz, hogy ez a munka, tehát az új tanterveknek a bevezetése eredményes legyen, és hogy mindenki úgy tudja ezeket alkalmazni a mindennapi gyakorlatban, hogy az valóban a diákoknak a javát szolgálja, ehhez nagyon fontos, hogy a tanárok megfelelő képzéseken menjenek keresztül, és azt hiszem, hogy mindazok a képzések, amelyek a tantervekhez, vagy pedig a kimenetekhez, vagy pedig a standardokhoz kapcsolódnak, ezek mind borzasztóan fontosak, hiszen ezek teszik moderné és hatékonyá az oktatást. Az újvidéki tanárképzést az Oktatási és Nevelési Minőség Ellenőrző Intézet szervezte abból a célból, hogy a tanárok megismerjék az újonnan elfogadott standardokat, amelyeket hamarosan alkalmazni kell. A képzésen Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár kifejtette, hogy a standardok útmutatóul szolgálnak a tanároknak az oktatás és nevelés folyamatához. Meghatározzák valójában azt a célt, amelyet az oktatás, a középiskolai oktatás végén el kell érni. Milyen képességek, milyen tudást kell megcélozni és elérni ahhoz, hogy eredményesen
fejeződjön be a középiskolai oktatás. A képzésen a magyarul, szlovákul, ruszinul és románul oktató tanárok vettek részt. Az elméleti rész mellett a gyakorlati képzésben is részesültek. 36 gyerek kapott tanszercsomagot csütörtök délután a VMS női fórumának szabadkai vasutas telepi szervezetének jóvoltából. A szeptemberi iskolakezdéshez összeállított csomagokat a jótékonysági Levendula napok bevételéből vásárolták meg a szervezők. Füzetek, írószerek, vonalzó és festékek is lapultak a VMS női fóruma által összeállított tanszercsomagokban. A gyerekek nagyon örültek az ajándékoknak. Herédi Barbara most indul negyedik osztályba. Az iskolára nagyon jól ki tudom használni őket, és nagyon szerettek idejönni táborokba is, meg ilyen csomagosztásokra, meg ilyen szórakozásokra is szerettek jönni, és boldog vagyok tőle, hogy elbírok ide jönni. A tanszercsomagokat a szervezők a kétnapos Levendula napok bevételéből vásárolták, mondta el Rózsa Ramona. A VMS női fórumának szabadkai vasutas telepi elnöke azt is hozzátette. A céljuk, hogy minél több gyereknek tudják biztosítani a szükséges tanszereket. 36 gyereket tudunk jutalmazni ugyebár tanszercsomaggal, illetve ugyebár a segítség is a gyermekek számára. A tanszercsomagoknál nagyon fontos számunkra, hogy a túltartót, illetve a rajzfelszereléseket tudjuk feltölteni, ez mellett pedig füzeteket tudunk találni. Minden évben azon vagyunk, hogy a lehető legtöbb dolgot tudjuk megvásárolni, illetve ezzel is tudjuk segíteni az itt lévő gyerekeket, valamint azon vagyunk, hogy minél több gyereken tudjunk segíteni. A tanszercsomagosztást követően a gyerekeket édességgel és sós rágcsálnivalóval is megvendégelték. Százezer embernek nyújt segítséget évente a belgrádi sürgősségi intézet, és a számadatok szerint minden évben egy kisebb városnyi életet mentenek meg az ott dolgozók. A tervek szerint a meglévő épületet a modern követelményeknek megfelelően átépítik, valamint új szárnyakkal bővítik az intézményt, ami így a jelenlegi 2000 négyzetméteres alapterületről 8000-re növekedik. A legmagasabb szintre kell emelni a sürgősségi ellátást, fogalmazott Alexander Vucic az intézményben tett látogatása alkalmával. A szerb államfő arról is beszélt, hogy az előző évektől eltérően idén 50 millió eurót különítettek el a ritka betegségek gyógyítására. Vucic a képzett egészségügyi személyzet megfelelő bérezéséről és a fizetés emelésekről is beszélt. Mi smo se dogovorili to da bude najmanje 15% za medicinske tehničare i to vidite da ide znači za sve u svim oblastima, dakle naravno u zdravstvu, klinički centri, domovi zdravlja, ambulante, sve svuda, ali pogledajte ovaj socijalni sektor, mislim na njih, za ove patronažne sestre, za njih 1000 koje pripadaju u drugom ministarstvu, da njih također uračunamo u tih 15%. Dakle, imamo 56.000 medicinskih tehničara plus 1000 koji su nam u sektoru socijale i da to svi oni dobiju po tih 15% povećanja. Szerbiának meg kell szakítania a más országokkal kötött kereskedelmi egyezményeit, miután csatlakozik az Európai Unióhoz, tájékoztat az Európai Bizottság. Ilyen megállapodás például az Eurázsiai Gazdasági Unióval kötött egyezmény. Oroszországnak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy Szerbia kiléphessen az Eurázsiai Unióval kötött egyezményből, amikor a nyugat-balkáni állam az Európai Unió tagjává válik. Tették hozzá az Európai Bizottságnál Szerbia és Oroszország egyébként 2000-ben kötött megállapodást a kereskedelemről. Szerbiának még 2025 előtt az Európai Unió teljes jogú tagjává kellene válnia, jelentette ki Szijjártó Péter, a magyar külgazdasági és külügyminiszter az EU külügyi tárca vezetőinek informális találkozóján Helsinki-ben tartózkodik. Leszögezte, a nyugat-balkáni régió országai minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy megfelelően haladjon az integrációjuk. Szavai szerint fel kellene gyorsítania az Európai Uniónak a tárgyalások ütemét Szerbiával. Elmondta, a Magyarország, mint Szerbia szomszédja, teljes mértékben megérti, miért fontos a régió országainak a mielőbbi Európai Uniós tagságuk. 2022-re újra járhatnak a vonatok Szeged és Szabadka között. Az erről szóló magyar kormányhatározat a magyar közlönyben jelent meg. A vasútvonal finanszírozásáról tavasszal dönthetnek.
A magyar kormányzat támogatja és megvalósítja a Szeged-Röszke országhatár vasúti pálya és biztosító berendezés korszerűsítését, valamint a szakasz villamosítását, olvasható a határozatban. A beruházó a Magyar Vasút Társaság lesz, és uniós forrásokat is bevonnak a fejlesztésbe. A kivitelezés már akár jövőre, de legkésőbb 2021-ben elindulhat. A személyforgalom 2022-re indulhat meg a vonalon. A tervek szerint a Szeged és Szabadka közötti menetidő 30-40 perc lesz. Családi tragédia történt Begasztengyörgy községben, Torák településen. Az 53 éves SS, aki alkoholos befolyásoltság alatt állt, a családi házuk előtt megfojtotta élettársát, a 35 éves VN-t. A rendőrség letartóztatta a férfit. Az áldozatnak 7 gyermeke volt az előző házasságából, akik az előző férnél laktak. Nem hivatalos információk szerint szerelemféltés áll a gyilkosság mögött. Az illetékesek megerősítették, hogy eddig nem jelentettek erőszakot a családból. Az ügyben nyomoz a rendőrség. Állarcos vandálok baseballütőkkel estek neki az autóknak a Milos-Veliki autópályára vezető feljárónál, Obrenovácnál. A közösségi hálón megjelent egy videó, amelyen az látható, hogy néhány kapusznis férfi eltakart arccal, fáklyával és baseballütővel az autók felé szalad és üti azokat. A rendőrség gyorsan kiérkezett a helyszínre, ahol 2 szétvert autót és 3 sérült fiatal férfit talált. Ma délután, nem sokkal 16 óra után, Vladimir Rebić, a szerbiai rendőrség igazgatója bejelentette, hogy megtaláltak 2 feltételezett elkövetőt, akik részt vettek a vandál akcióban, és várhatóan hamarosan fényderül majd a többi tettes kilétére is. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Megkezdődött a napraforgó betakarítása. 30 dinár alatt van a felvásárlási ár. Elrajtolt a szegedi ifjúsági napok a Tiszaparti városban. Megkezdődött a napraforgó betakarítás, az első termés eredmények nem túl jók, de a terepen látottak alapján végül átlagban jó eséllyel közepes hozamokra számíthatnak a gazdák. A felvásárlók eddig 25-27 dináros előleget kínáltak, most az egyik legnagyobb bevő, a Victoria Group, 29,5 dinárban határozta meg a végső felvásárlási árat. 2 évvel ezelőtt még 40 dinárt is fizettek a napraforgóért, ezért a gazdák elégedetlenek. Nem csak a napraforgó esetében beszélhetünk alacsony árakról. A kukorica ára a 2016-os, a szójája a 2011-es, míg a napraforgóé a 2014-ben jegyzett árak alá zuhant. Ezt azzal magyarázzák, hogy csökkenőben van a kereslet a termények iránt. Rendkívül magas a parlagfű pollenjének koncentrációja a levegőben, tájékoztatom Szabadkai Közegészségügyi Intézet. Az adatok azt mutatják, hogy a pollenfélék a mostani időszakban erős allergiás reakciókat válthatnak ki az arra érzékenyeknél. Nem csak a parlagfűre allergiások lehetnek bajban, ugyanis a csalán, valamint a kender pollenje is ebben az időszakban okoz tüneteket. Az illetékesek szerint ezen a héten még mindenképpen tapasztalhatók lesznek az allergiás reakciók. Folytatódik a kánikula térségünkben, záporokkal, zivatarokkal fűszerezve, tájékoztat a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Egészen a jövő hét közepéig 30 fok felett lesz a nappali hőmérséklet, és a hajnalok is viszonylag melegek lesznek 20 fokkal. A jövő hét közepén aztán érkezik a lehűlés, olvasható az intézet honlapján. Kedre és szerdára akár 10-15 fokot is csökkenhet a hőmérséklet, és akár 21 fokos csúcs is elképzelhető lesz. Sok csapadékkal és felhőséggel. A hosszú távú előrejelzések azt mutatják, hogy az előttünk álló szeptember az átlagosnál esősebb és hűvösebb lesz. Magyar napot tartottak tegnap Nagybecskereken a 34. sörnapok keretében. A főtéren megtartott rendezvényen magyarországi városok mutatkoztak be, a műsorban pedig az anyaországi vendégek mellett felléptek a bánáti magyar lakta települések művelődési egyesületei. Magyar népdaloktól volt hangos szerdán Nagybecskerek főtere. Magyarországi városok mutatták be vendéglátóipari, kulturális és gazdasági kínálataikat. Megtartották a Farkas Gyula halászléfőző emlékversenyt is.
Nagyon fontos az, hogy itt a Becskereki főtéren meg tudunk mutatkozni egy nagyon gazdag, tartalmas művelődési műsorral, úgy az itteni környékbeli falvak, Becskerek, Muzsia, Erzsébetlak, Szent Mihály, Magyar Itabé, mint a ennél távolabb eső Észak-Bánáti művelődési egyesületek. A rendezvényre több magyarországi városból is érkeztek kiállítók és fellépők. Csabai csípős kolbászt fogunk elkészíteni. Én személyesen először vagyok itt, de van, amelyik kollégám harmadszor van itt. Úgyhogy itt szeretnénk bemutatni és megkóstoltatni az emberekkel ezt a finomságot, amire nagyon büszkék vagyunk. Nagybecskereknek évtizedek óta testvér települése Békés Csaba, jó kapcsolatuk van Gyulával, újabban pedig Mórahalommal is. Az együttműködés a magyarországi településekkel tovább bővül. Sándorfalvát még kiemelném, mindegy település, amellyel most jelen pillanatban egy határátívelő ipaprojektumot írunk és azt tervezzük átadni szeptember hónap folyamán. Az egybegyülteket köszöntötte Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke is. Megmutathatjuk, hogy mit tudunk, mire vagyunk képesek itt a Bánátban, a Vajdaságban, de Magyarországon is. A sok vendég a művelődést, a gazdaságot, a turisztikai kínálatot mutatja be, és ez nagyon fontos rendezvény itt a Vajdaságban. Szeretnénk azt, hogy ez még inkább elmélyítse azt a barátságot, amely a két nép között van. 23 nacionalne manjine u Srbiji čine ono čime Srbija može da se ponosi. A rendezvényt Zorán Pašalić köztársasági polgári jogvédő nyitotta meg. A Magyar Napon az érdeklődőknek lehetőségük nyílt arra, hogy megismerjék közelebbről a magyar gasztronómiát, kultúrát és művelődést. A Magyar Napot harmadik éve tartják a nagybecskereki sörnapok keretében. Megnyílt a Szabadkai Városi Könyvtár alapításának 130. évfordulója elé című kiállítás az Észak-Bácskai városban. A jubiláló intézmény ezzel a tárlattal kapcsolódott be a városnapi rendezvények sorába. Bognár Irén főkönyvtáros elmondta, a Városi Könyvtár idén fontos évfordulót ünnepel. Erre az alkalomra külön anyaggal készülnek, ebből láthatnak most egy kis ízelítőt a könyvtár látogatói. A kiállítás hétfőig tekinthető meg. Kiállítottunk régi és újabb fényképeket, amelyeken a könyvtárosok láthatók és az olvasók. Tehát arra fókuszáltunk, hogy a mindennapokat, a rendezvényeket a könyvtárosok munkáján keresztül mutassuk be, és hogy magunkat is egy kicsit előtérbe helyezzük, mivel nem csak könyvekből áll a könyvtár, hanem az emberekből is, akik itt szorgosan dolgoznak, és beleteszik az életüket ebbe az intézménybe. Méltó búcsút vesznek a nyártól Szegeden, ha augusztus vége, akkor szegedi ifjúsági napok a Tiszaparti városban. 12 zenei helyszínnel, napi aktivitásokkal és kísérő programokkal várják a fesztiválozókat. A szervezők több mint 100 000 résztvevőre számítanak idén. Hatalmas koncertekkel és kísérő programokkal robbant be a nyár utolsó magyarországi fesztiválja, az 51. szegedi ifjúsági napok. Gyors biztonsági ellenőrzés a bejáratnál, majd kezdődhet a buli. Napközben a fesztiválozók aktív programokkal hangolódhatnak az esti koncertekre, illetve jótékonykodhatnak. A civil faluban 35 egyesület és szervezet is felsorakozott, ahol különböző társadalmi problémákra hívják fel a fiatalok figyelmét, mint például a koraszülés. Nincs olyan család Szegeden, akit ne érintene a koraszülés, illetve a koraszülött téma. Én úgy gondolom, hogy a fiatalokat, ha itt most annyira nem is ez a téma hatja meg, a megelőzés és az újraélesztés mindenféleképpen. A környezettudatosság és a hulladék csökkentésére való törekvés idén is fontos szempont volt a szervezéskor. Vannak már régebbi kezdeményezések, ez a szelektív hulladékgyűjtés, ami most is működik a fesztivál területén. Repohárhoz lehet hozzájutni a fesztiválon, illetve műanyag szívószálakat nem használunk, illetve próbáljuk a fesztiválról kiszűrni, és próbálunk tisztaságot és rendet és szemétmentességet elérni a fesztivál területén. A
A fesztivál tavaly átlépte a bűvös 100 000-es részvételi számot, a szervezők azonban abban reménykednek, hogy ez a szám tovább nő majd. A Belgrád Crvena Zvezda a Bayernnel, a Tottenhammel és az Olympiakosszal játszik együtt a labdarúgó bajnokok ligájában. A 2019-2020-as idény 32-es főtáblájának csoportbeosztását 18 órakor sorsolták ki Monakóban. A szervegyüttes a B csoportba került, ahol a német, az angol és a görög labdarúgó klubok játékosaival küzd meg a 16 közé kerülésért. A BL döntőjét 2020. május 30-án az isztambuli olimpiai stadionban rendezik meg. A belgrádi Partizán csapatánál vendégeskedik a topolyai TSC vasárnap a szerb szuperliga 7. fordulójában. A mérkőzést 20 órától játsszák. A Partizán jelenleg 6. a tabellán 10 ponttal, azonban 2 meccsel kevesebbet játszott, mint topolyai riválisa. A TSC 16 ponttal a táblázat második helyén áll, a szintén 16 ponttal rendelkező Vojvodina mögött. Nagy mérkőzés számunkra, azért mert először megyünk vendégeskedni a Partizánhoz. Partizán, aki Európa ligáért küzd, úgyhogy tényleg egy nagyon jó csapat ellen fogunk játszani, de remélem, hogy a fiúink megmutatják Belgrádban is, úgy, hogy megmutatták Újvidéken is, hogy azért ebben a csapatban van tartás, van minőség, és megpróbáljuk a mi játékunkat játszani. Ezt majd meglátjuk, hogy mennyire tudjuk megvalósítani, de tényleg bízok a fiúkban, és bízok egy pozitív eredményben. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. 3 nap múlva becsengetnek, 73 általános iskolában lesz idén magyar első osztályos diák. 57 000 egészségügyi és szociális dolgozó kap 15%-os fizetésemelést Szerbiában, mondta ma a szerb elnök. Szerbiának még 2025 előtt az Európai Unió teljes jogú tagjává kellene válnia, jelentette ki Szijjártó Péter. Magyar napot tartottak tegnap Nagybecskereken a 34. sörnapok keretében. Köszönjük szépen a figyelmüket, kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol még több hírt olvashatnak és a riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban reggel jön a Presszó, míg a Szabadkai Magyar Rádióban a Napindító. Itt a televízióban rögtön kezdődik a Kiskamerák Nagy Vadak című ismeretterjesztő film. Nézzenek, hallgassanak bennünket, a viszontlátásra!